Csak néhány percre állították meg az autósokat, és ezzel együtt a forgalmat is a sátoraljóújhelyi rendőrkapitányság munkatársai az újabb ellenőrzésük során. Ennek keretében, ha bármilyen szabálytalanságot észleltek, ott a helyszínen megkezdték az intézkedést a közlekedők ellen. Sátoraljóújhelyen is illetékességi területén szinte minden nap lehet számítani ilyen vagy ehhez hasonló ellenőrzésekre, hiszen a legfőbb cél az, hogy kiszűrjék a szabálytalanul közlekedőket, amibe beletartozik az ittas vezetés és a passzív biztonsági eszközök használatának nélkülözése is. Sáfrányos György rendőr alezredes híradónknak elmondta, hogy egy nap több helyszínen is ellenőriznek más-más időszakban. Tehát ismételten ittasság ellenőrzés zajlik mögöttem, ez szintén az úgynevezett FIM-módszeres ittasság ellenőrzés, hogy a gépjárművek rövid időre kerülnek megállításra, míg a gépjárművezetővel szemben egy alkoholszondás ellenőrzés történik. Ez a mai nap már a második alkalommal vagyunk, reggeli órákban egy másik helyszínen tartottunk hasonló jégű ellenőrzést, ott negatív tapasztalattal zártuk, ezt úgy kell érteni, hogy 2 ittas gépjárművezetőt szűrtünk ki a forgalomból, mind a 2 előállítottuk mintavételre, mind a 2 szemben az légalkohol mértékének megfelelően közigazgatási eljárást indítottunk, az egyik eszemben 30, a másik pedig 100 000 forintos pénzbírság került kiszabásra. A FIM módszeres ellenőrzés keretében egy nap alatt több mint 100 autóst ellenőriznek, tette hozzá. Ez elsősorban a legbiztonságosabb közlekedés feltételeinek megteremtéséhez járó hozzá. Ennek az ellenőrzésnek, ahogy már fogalmaztam, az ittas gépjárművezető kiszűrése, de természetesen a passzív biztonsági eszközöket is ellenőrizzük. Azzal viszont rossz tapasztalatunk van mind a 2 helyszínen, tehát itt is és a reggeli helyszínen is, tehát mind a gépjárművezetők, mind az utasok vonatkozásában gyakran előfordul, hogy nem használják a biztonságjövet. Mindenféle kifogások merülnek fel ezzel kapcsolatban, sőt úgy veszem észre, hogy tulajdonképpen még fel vannak háborodva azon, hogy számon kérjük rajtuk a biztonságjöv használatát. Egyébként heti rendszerességgel folytatjuk ezeket az ellenőrzéseket mind a 2 téma vonatkozásában, tehát mind az ittasság, mind pedig a biztonsági vonatkozásában. Sáfrányos György hozzátette még, hogy mivel néhány nap múlva kezdődik az iskola, még nagyobb figyelmet kér mind az autósoktól, mind pedig a gyalogosoktól, hogy elkerülhetőek legyenek a figyelmetlenségből adódó balesetek.